A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, itt vagyunk Istvánnal, Kanada, hello, szevasz István! Szevasztok, srácok, Canada, Red Bull Racing baby, back, erét, hisztis csávó, újra itt van nektek! Mindkettő! Srácok, mindkettő, both of us, semmiféle, közünk nincs az egészhez, úgyhogy jön a futam, srácok, mit kell tudni Patrick erről a pályáról? Hát azt kell tudni, hogy ez egy jól eldobós pálya, úgyhogy én a hátsó szárnyakat egy kicsit leterhelem. Ezen kívül pedig viszonylag gyors pálya, sok előzés van az egyenesekben, DRS zónákban, és hát kéne nekem most már valamit csinálnom, mert az a helyzet, hogy ebben a szezonban egyelőre az István sokkal jobb, mint én, úgyhogy fel van adva a lecke, én ezt gondolom. Hát de jobbak az eredményeid, hát most ezt... Hát, nagyon enyhén mondhatjuk ezt, pontszerzésre megyünk nyilvánvalóan szokás szerint most is, mint mindig. Yeah. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, ugyanis a pálya nekem nem fekszik. Én ezt előre mondom nektek, srácok, közlöm. Tehát, hogy, igen, amúgy tényleg. Nekem ez nem. Tehát itt nagyon tempós a pálya, a fégeket nem kiméri a pálya, a féktávokkal alapból is mindig egyébként, én mindig korábbi féktávokat veszek, de itt például az jön ki mindig, hogy korai, tehát egy késői féktávokat veszek. Yes. Úgyhogy érdekes lesz, srácok, azt annyi szem, meglátjuk. Jó lesz ez. Nekem egy kicsit azért jobban fekszik a pálya, az igazat megvalva. Úgyhogy nekem most már tényleg kéne valamit mókúnom. Úgyhogy nézzük akkor az első gyors köröket. És hát hamarosan érkezik az F1 2020, és természetesen utána azzal fogjuk folytatni, csak azért, mert rengetegen kérdezitek, ezért mondjuk el. Igen. Meg amit nálad rengetegen kérdezik, az, hogy ez még a 2019. Úgy is látok, hogy Patriknál az a 2019-es játék, nálam is. Ja igen, ő csak hát a szezon. A szezon írja oda. Hát kíváncsi leszek azért nagyon. Na, egy nagyon szép kis visszafordítom. Természetesen előzgetnek. Annyira bírom, hogy így a felvezető. És én is raktam a szárnyakra, amúgy képzeld el, én is picit leterheltem. Na, igen. Elloptam a taktikát, kettőt raktam rá. Melyikre? Ó, tényleg jobb ez így, ja. Jó van. Ugye Patrik a mérnök gyakorlatilag a csapatban. Az vagyok. Érdemes rá hallgatni egyébként mindig. Á, ne, vette a körömet! Rohadt anyját! Nézzük a következőt! Ó, hát sokkal jobb tényleg! Ó, eldobtad? Nem, csak elvette. Jaj, de rossz! Amúgy nekem nem, de neked az. Nyilvánvalóan. Jaj! Jó, hát ez egy kettő. Egyelőre. Na gyerünk! Óvatos volt egy kicsit. Jó, ezt még lenyomjuk ezt a kört. Nem a legjobb ötlet lehet ezen a softon. Ne szarom. Hát nem. Hagyjuk. Kimegyünk, cserélünk softot. Kimegyünk, mert ez inkább ne legyen túl rúgva. Nem muszáj. Nem vagy te egy hülye gyerek. Ugye? Annyira bennem volt tudod a kör végén. Na ez mi? Hogy na akkor megyek még egyet. Logikus vagy. Ugye? Jogviszonyokban vagy az a helyzet. Igen, az abban vagyok. Jogkövetkezmény. Igen. Jogkövetelés. Római jog. Oh! Nem lett el. Srácok, én nagyon óvatos duhajt nyomok az első gyors körömön, ne aggódjatok, tehát hogy... Jó, még ilyen ipás, ilyen referenciákat nyomok, jó, IPA, sör. Hoppa. Óvatos duhaj. Jaj! Aha, ott a speeding in the Jó, azért még lehet, hogy nem kapok semmit, ugye? Úgy csak egy warning van, speeding in the pit lane. Jó, basszus, olyan közel van, srácok, ott a csík, hogy még az ember gurulna, aztán nem nagyon lehet, ott már 79. Hát ez hetedik hely, úgyhogy zsatar vissza, aztán nézzük, hogy
kövi gumival mit tudunk. Így van, Zsatar Airlines. Értem én, hogy gőzgép, de mi hagyja? Szólásmondások jutnak itt eszembe. Azaz, óvatos túl vagy, ma nagyon lexikálisan felkészült vagy. Abszolút. Hát mindig is erről voltam híres. Hogy nem, miről másról lettél volna, Patrickem? Tehát Sherlock Leclerc csak az első helyen jelen pillanatban. Mennyi az? Valami, mi az? 6/10? Yes. Nem, 6/100. Én. My bad, sorry about that. Előttem van, az nem sok, az egyáltalán nem sok. Patrick pedig egyébként jelenleg a legjobb köre az, hát hál' Istennek jó alaposan lent van, 1.13.62, de fog még javítani a szíjét. És az hány, mennyire vagyok tőled? Én nekem 1.12.246, a tiéd 1.13.0. Majdnem egy másodperc. Majdnem egy másodperc, de fog javulni a Patrick, tehát tényleg neki jobban megy ez a pálya, meg picikét neki, valahogy nekem nagyon ritkán van az, hogy az első köröm az relatív egy elfogadható kör, mindig az, hogy a vége fele tudok összejönni. Na négyen vagyunk a pályán, úgyhogy most megyek ki. Jó teszed. Most megyek ki, még egy körre, mert Patrick fog még feljebb jönni. Fúha. Fog még feljebb jönni. Hogy néz a csávó, he? Az anyja picsáját, hallod? Bal oldalon, he? Mi a fasz nézed? Úgy nézett rá, hallod? Mi baj? Elfűz üzemanyagom, jó? Nagyszerű. Jó. Jó van, mindegy. Ne, de vaj, te hülye vagyok, hát nem kalkuláltam bele. Jó, tök még úgyis mi is elszart. Basz, de 6/10 javítás volt. Ufú. Az fincsi? Az fincsi. 1 perc van hátra, hát már nem is érek körbe. Srácok, akkor ennyi. Én úgy néz ki, egyre másik helyről indulok, hogyha igazából szerintem gyakorlatilag Patrikát legyen, aki ezt megváltoztatja. Reméljük. Hogy nem. Mert reméljük, hogy nem más változtathatja meg. Tehát legrosszabb esetben is én azt tervezem, hogy 3. helyről azért elrajtolok. Már nagyon kíváncsi leszek. Fú, basszus most. De kár érted, de kár érted. Én meg most kezdem majd el. Akkor hajrá. Thank you. Yeah, you're welcome, most definitely welcome. Kísérjék az utolsó szangyolok. Köszönöm szépen. Az egy köcsök hallom. Ne vanagul. Próbáltam rögni. Na nézlek. Hát már bukó. Ez a Leclerc fiú egy igazi tehetség. Egy áldott jó szívű ember. Oho! Kubica bejött harmadikra teszem. Ez nagyon jó. És visszaszerezte, így is van. Ez nem én voltam. Ja, nem tudom, hogy miről beszélek. Ember, még Magnussen is bejött 4-re. Mi a szar? Jézusom. Hát nem tudom mi. Mindjárt kiderül. Hanyas. Negyedik. Hanyas vagy te. Harmadik helyről indulok. Na hát azért úr. Hát megmaradt. Én meg negyedik. Mennyi lett köztünk? Tesó. Te ember, egy század. Egy század. Srácok, az egy... Az ennyit! Nem, tesó, tudod, hogy a Forma 1-ben az a világ ideje, úgyis úgyhogy. Azt a rohadt teget. Na jó! Jó, mondjuk hát mekkora Patrick... hibám volt ott a 4-es, hogy 5-ös kanyarba, te jó Isten. Ja. Na figyelj, hát valahogy meg kéne, illetve még ne figyelj, mert ezt el kell nyomni, ezt a szart. Persze, igen. Logo, igen. Na figyelj, tehát valahogy úgy kéne csinálni a dolgot egyébként majd, hogy... Mire én óvatos leszek, jó? Tehát nem akarok neked elcseszni. Én is, 18 abszolút. 18 körös a verseny, és a 7. körbe akar engem kivinni. Megy a felvétel? Megy. Legyen beteg a felvétel. Engem is a 18... Ja, hogy nem az. Én is engem is a 7-esbe. Múltkor azt néztük el, igen. De azért várjuk meg a végét majd, hogy mi lesz. Abszolút! Tehát, hogy én azért prognosztizálok egy jó kis szánytörést.
Ma meglátjuk, ne legyen igazam. Így. Ne legyen igazam. Na jó, hát akkor start race, és akkor felvezetünk. Érdesülve az életed. Azért most volt, volt az időmű végén egy 123-as kurzusom, ne aggódja. Az jó. Elverődött az. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through more if you can. Na gyerünk, hát meglátjuk srácok, hogy mit sikerül nekünk ebből kihozni. Láttam, láttam. Vissza is látom. Ó, Istenem. Szép volt. Jól kezdtük, srácok. Itt pont mondom, hogy kíváncsi leszek, mit sikerül ebből kihozni. Isti a fettet telibe durrantja. Csoda, a Leclerc-et amúgy. A Leclerc-et. Csodálkoznék egyébként. Csoda, hogy ezért nem ad valami büntetést ilyenkor. Nem. Az még jó lenne. Srácok, ott jobb felül áll a helikopter egy helyben. Hát vár, hogy izél. Ja nem, ja jó, de kicsit azért föl le azért izél, ingadozik. Ezt azt mondom, hogy csak áll. Tudod, így meg van fagyva, azt hittem. Tudod mi áll? Na. Nem, jó. Amúgy nem. Nem, de nem. Nem. Tudom, hogy érdekel a téma, de nem. Na gyerünk! Na gyertek! Atya Istenem! Fú, ez csodálatos lesz! Srácok, már ti megszoktátok, hogy folyamat kiesünk, nem kell ezzel foglalkozni. Pontosan! Én nem akarok itt most ígérni semmit, én jó sem. Szórakozást! Have tetszik. Fun! De nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok így fel! Így van! Ilyesmi! Absolutely. Becsik, ebben nagyon jó a kommunikáció szakember kettő. Abszolút. Instagram. Na. Az így is a leírásban. Patreonunk is ott van. Az nálam mondjuk. Gondoljátok meg. De a GTA videó alatt ott van. Igaz, GTA-knál van csak ott, bocsánat. Egyébként Patreonon ezt már csütörtökön láttak. Hoppá. Na. Hoppácska. Exclusive. That start was okay. Now stay alert for threats. Jön az, meg. Kell a szélárnyékot megdusszon. Baszki! Mi történt? Ja, ennyi voltam, elnéztem, mi történt volna. Utolsó hely! Csak a szokásos! Állítgatom a izét, IRS-t és egyszer elnéztem, kész ennyi. Na, rajtad a világ szeme, Patrick! Kösz! Van ilyen, de nem is megesek, nem, srácok. Nem, az a baj, hogy elszokok ettől az IRS-től folyton. Állítgassam, aztán. Most tényleg tudom, hogy amiatt nem figyeltem. Azt hittem, hogy egyenes még, tudod, aztán ott volt, az már a izé volt. A, mi az? Nem is tudom, bukótér, hogy nek figyeljek. Ez ennyi. DRS. Ha nem baj, kivegyünk most, aztán én már többször nem akarok kijönni.
úgyhogy igaz, nem adtuk fel. De hát azért, na, legyünk reálisak. Maradjuk a realitást talaján. Jaj! Egy jó safety car kéne most neked. Azaz! Intézd már el, Lécik, össz! Valamit csinálj! Nekem annyira nem kell. Multi 21! Valamit csinálj, légy szíves! Na jó, hát akkor ez... Igen. Ezeket a lábam, baszki! Ó, az jó! Az mindig nagyon jó! Vagyis te? Vagyis hát még nem. Mit tudom én, hogy lesz az már utána? Kiesik, akkor nem vagy utcsó. Úgy láttam, de azt írta volna. Aha, itt van! Szegény! Na, ó, ugyanott, ahova én mentem, jól van. Ez lehetett volna egy jó kis safety. Ilyenkor van az, hogy utolsó helyen kocsikázol, és így jól betanulod a pályát, mire vége van a versenyben. És a büdös nagy semmire mész vele. Így van, pontosan. 20 perc semmi következik gyakorlatilag. Have fun. Hát én amúgy pozitív vagyok, hogy a végét azért csak el fogom tudni majd még kapni. Tök fölöslegesen ugyan, nem, de amúgy nem valami kis satta még talán lehet ebbe, tehát én úgy vagyok vele. Aztán meglátjuk, mert ugye, hát igen, a médiumok azok a végén azért, ez pedig bajom. Ja, az olyan. Hardot kellett volna felrakni, komolyan mondom. Hát ez meg nagyon lassú gumi. Ja. Úgyhogy nem tudom, tudod, hogy az én képességeimhez képest lehet, hogy jobb a hard, hogy az lassú gumi, konzisztensen lassabb. Aha. És nem pedig az van, hogy mondjuk akár veszélybe sodrom magam, ugye a kopott médiumokról már a véget felé. Vágom. Nem tudom, mi lehet a jobb hosszú távon az én szintemen. Oké, hogy a valódi versenyzőknek a szintjén szar, de... Ezt levágom. Fi nem is szólt semmit amúgy. Ez jó. Azt mondja, te már úgyis mentetlen vagy, fiam, vágjad csak, legyen neked izé karácsony. De egy warningot beáldozok erre, de csak warning se volt. The gap to the car ahead is 4.2 seconds. Aha. Én is elszartam egy kanyart. A földi helyen vagy? Mindjárt. Ja, bocs. Ajajajajaj. Harmadik. Jó, de jó az. Jaj, de korai fék. Jó barátom. Persze, hogy az. Jó,
practice lap. We're leading our teammate by 34.2 seconds. Azt mondta, ebbe a körbe menjek ki, úgyhogy megyek. Ja, az már hetedik kör, igen. Nem fogjuk egymást feltartani ott a boxban, ne aggódj. Nem. Igen, már alig lehet bele befordulni. Aha. Jó van, jó lesz ez. Mindenki most megy ki, hallod? Oh, jó van, megúsztam. Nem mentem be túl gyorsan. Ki a pöcsömire ennyit, he? Én is néztem amúgy, nem menjek be túl gyorsan, baszki, mert még azt kéne még egy pütyt is sem csapjanak, ugye itt. Még este még azt legyen meg annak. Azaz. Nem látjuk majd kérdezni, mit tudok ezzel hozni. Kár volt az én hibáért amúgy, mert... Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Tizenharmadikra jöttem vissza. Nice! Az a szopója, hogy kivel most friss gumin vagytok ráadásul. Na de ott egy élbolyt, vagy mi egy ilyen pár ember talán ott tudok fogni majd. Én majdnem elnéztem itt. Ezért meg warning volt, srácok, tehát egy érdekes. Igen, nekem is most volt egy warningom, hát nem azt mondom, hogy semmire, de... Szerintem ugyanott. Kubica van mögöttem, ami most nem tudom, hogy mit jelent. Meglátjuk, mi lesz ebből. Hatodik hely. Kubica nagyon jön, viszont mögöttem. Our gap behind is 2.6 seconds. Kicsit megnyomjuk ERS-sel. Majd utolérjen. Azt a kurva. Fülön vettem a féktávot. Uff. Ilyet sem csináltam még soha. Kicsit leért. Mennyire lehet Kubica, basszus? Most már.
ezek még mindig nem mentek ki a boxba. Miért nem? Gap to teammate behind is 14.7 seconds. Kubica 2-7-re van tőlem, ami nem túl jó. Kezd megközelíteni. Egy ilyen hiba és vége is. 2-9. Kérdés lesz, hogy merre fele megy az eredmény. Vagy a különbség. Sainz kiment a boxba? Ki? Kettő hét megint. Igen. A féktávokon kicsit faragnom kéne, mert jó szarú fékezek. Túl belógatom, aztán mennyi. Megurítom. Megint. De tudjátok, inkább biztonsági játékot játszok. Az a baj, hogy még egy figyelmeztetés és kapom a büntit. Hogy van kettő figyelmeztetés? Utána jön a bünti? Három. Három figyelmeztetés? Aha. Most is 2-7 volt a különbség. Charge is low. If we turn down the ERS deployment, we can harvest more energy. Oh! Basszus! Egy hiba volt. A seggembe sajnos. Oké.
safety gap to the car ahead is 11.7 seconds. Fú, basszus. Hol vagy most amúgy? Ugyanott. Jó. Már csak 4 kör, már 3. Ja. Most jönnek azok a problémák, amik szoktak. Hogy basszus, limbe kell tennem az autót. Ja. Ami azért nem túl vicces, mert lement az előbb mínusz 0,01-be az üzemanyag. Kaptam büntit? Jézusom. Vicc ez a játék. Tényleg vicc amúgy. Erre nem kaptam büntit. Ennyivel előrébb fékezek? Ez a bajom, hallod? Olyan előrébb fékezek. Vágom! Azért, mert már görcsösen azon vagyok, hogy legyen valami persze, eredmény. Persze. Na, hogy véletlen eldobjam, vagy ilyesmi. Ugye megkezdjük az utcsó kört. Na utcsó kör. This is your final lap. Final lap of the race. 1,1 másodperce van tőlem Kubica, hallod? Meg is lehet akár. Mögöttem. Jézusom, az azért para. Igen. Kubica összötte magát. Össze. Gap to car in front is 13.0 seconds. 7 tized. Már itt jön Hamilton, hogy ki a szar jön itt mögöttem. Már leköröz. Ez kemény. Ja. Ja, már itt jöttök! Ja, ja, látlak! Ja, ja! Feltartom neked izé Hamiltont! Hova álljak ki, basszus, ne egyek útba! Tessék! Ja, ugye már most ért be a célba, jó van! Neked így be kéne mennem a célba? Azt a rohadt teget! Úristen! Hallod, már itt volt mögöttem is, nem? Látszok, harmadik hely, végre valami kis szaros eredmény! Hú, gyerekek! Hallod, én úgy leizzadtam.
Én annyira nem. 134-es púzus, volt 149 is, kedves István. Ejha. Végre valami eredmény, hát el nem hiszem. Ó, Istenem. Yes! Megvagyunk. Úristen! Végre! El sem hiszem. Annyira régen volt bármiféle eredményem. Fú. Azt a kurva. Na, beértem én is. Nice. Ahhoz képest, hogy hogy álltunk hozzá, legalább én tudtam egy kis pontot most szerezni legalább a Red Bullnak. Mert nagyon reménytelenül álltunk hozzá a dolgokhoz, úgyhogy ja. Én nagyon örülök, és ott vagyok a dobogón, hallod? Nice. Ott vagyok, ott, hogy very hello! Nice. Akkor az azt jelenti, hogy kaptál mennyi? 10 pont? Várjál. Azt hiszem 10. Azt hiszem 10, igen. Aztán mert leggyorsabb kör az nyilván nem az enyém, tehát hogy nagyon lassú voltam, béna voltam nagyon. Nagyon biztonsági játékot játszottam, úgyhogy hát ez van. Látjátok mellettünk a ponttáblázatot ettől függetlenül, úgyhogy így sikerült. Figyelj, már sikerült. Valami van amúgy a nevedben, ez szerintem tiéd a leggyorsabb kör, nem? Nem. 1-15-3 akkor mi az a kis bronz szar, ami ott van a... Á, neked is van, mert? Tudod, az külön választottad, csak az ilyen... Az ilyen online izé, amit ja, te választottál magadnak. Ja. De várj, akkor most ki a leggyorsabb kör egyáltalán, mert hogy... Hát kérlek szépen ja, a Ja! Szerintem az enyém volt, csak megbüntettek aztán gondolom, hogy már nem is írja. 1.40, 1.14.7, az a tied, akkor nincsen senkinek plusz egy pont. Így van, jaj. Jó, akkor neked 10 pont, az azt jelenti, hogy a Red Bullnak is 10 pont. Az legalább, az azért most nagyon kellett nekünk. Na hát srácok, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, innen folytatjuk. Hogyha tetszett, akkor egy likét nyomjatok rá nekünk. Köszi, hogy itt voltatok, hello, szevasztok. Hello, sziasztok, jött az out! I saw but my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.